Több tucat ember gyűlt össze a kijevi belarusz nagykövetség előtt, miután holtan találták a Belarusból elmenekült embereket segítő csoport vezetőjét. Vitali Sisovot egy parkban felakasztva találták meg. A fiatal aktivista a Belarusz Ház Ukrajnában nevű, kijevi székhelyű civil szervezetet vezette, amely a Lukasenka diktatúra elől menekülőket segítette. Eltűnését a partnere jelentette, amikor hétfőn nem tért haza a reggeli kocogásból. Az ukrán rendőrség gyilkossági ügyben nyomoz. Ez kivégzés volt, gyalázatos csúf kivégzés egy olyan embernek, aki többet érdemel, mint azok, akik Alekszandr Lukasenka rezsimjét kiszolgálják, mondta Jurij Suszko, az ukrán-belarusz ház munkatársa. Megismétlem, ez egy demonstratív kivégzés volt azért, hogy megfélemlítsenek minket, tenni akaró embereket Ukrajnában. Az ukrán rendőrség megtalálta a fiatal aktivista mobilját és egy-két személyes tárgyát a lakása közelében lévő parkban, ahol futni szokott. Az ukrán rendőrkapitány elmondta, hogy Sisov orrán és térdén horzsolásokat találtak, de mivel folyamatban van a nyomozás, korai lenne kijelenteni, hogy az aktivistát megtámadták. Sisov korábban többször mondta, hogy úgy érzi, folyamatosan megfigyelik, de ezt nem jelentette az ukrán rendőrségem. Sisov tavaly menekült Ukrajnába, részt vett a 2020. augusztusában Alekszandr Lukasenka elnök vitatott választási győzelme után kirobbant tüntetés sorozatban. Miután Ukrajnába menekült, figyelmeztették az esetleges fenyegetésekre, beleértve az emberrablást, illetve a gyilkosságot.